A gyékényről azt tanultuk tegnap, az volt az alapelv, hogy olyan gyékény, ami fekvő alkalmatosságnak, vagy ülő alkalmatosságnak készült, az értelem szerint nem jó. Az a gyékény pedig, ami szcháknak készül, az jó. A kérdés az volt, hogy ha valamiről nem tudjuk, hogy minek készült, vagy nem készült semmilyen konkrét céllal, hanem csak készült. Akkor az most ülőalkalmatosság, vagy szcháknak tekintsük. A Misna érdekes módon a következőt mondta. Felolvasom gyorsan a Misnát, hogy legyen honnan, köszönöm szépen, nagyon kedves vagy, hogy legyen honnan folytatnunk, legyen honnan elrugaszkodnunk. A Misna azt mondta, ha összeszük azt, hogy ki minc, nem, bocsánat, a machcelesz kanim dojla a szal, és hiba mekabelesz tuma, vejme szakhimba, le szikuch me szakhimba, vejme kabelesz tuma. Ugye azt mondta a Misnának az első véleménye, a Tanakama, hogy egy machcelesz, egy nagy gyékény, hogyha az fekvésre készült, akkor az eszköz tisztátalanná válik, és nem lehet szcháknak használni. Hogyha szcháknak készült, akkor lehet használni. Ez volt az első vélemény. Rabbi Lezer pedig azt mondta, Rabbi Lezer, mert áhászik tánem, áhászik dajla, mind a kicsi, mind a nagy gyékény, a szales hiva mekebe lesz, tuma, éme szákkémba, hogyha az fekvő alkalmatosságnak készült, akkor az eszköznek számít, és nem lehet szkákként használni. De szikuch me szákhimba, vej me kabelesztuma. Ha pedig szkáknak készült, akkor az nem eszköz, és lehet használni. És a kérdésünk az volt, hogy mi van akkor, hogyha nem tudjuk, hogy mire készült. És ha megnézzük a Misna első véleményt, akkor mit mondta Misna első véleménye? Machzelesz, dajles, asszalas, hiva, egy nagy gyékény, hogyha az fekvésre készült, akkor nem jó. Ebből mi következik? Hogyha nem tudjuk, mire készült, akkor jó. Csak akkor nem jó, hogyha fekvésre készült. Ugyanakkor ugyanez a Misna folytatja, és azt mondja a következő mondatban, ha szcháknak készült, akkor jó. Akkor ebből mi következik? Ha csak úgy kommentár nélkül készült, akkor nem jó. Nem sikerült kideríteni, hogy akkor mi van a közép helyzettel. És erre próbáltunk mindenféle magyarázatot találni, és javasoltunk mindenféle szövegértelmezési variációt, és most fogjuk folytatni egy másik variációval, Rava értelmezésével. Ela már Rava, Begdajla, Kuleálme, Lajpligén, de Sztáma leszikuch. Azt mondja Rava, ha egy nagy gyékényről van szó, akkor mindenki egyetért abban, hogyha kommentár nélkül készítették, nem tudjuk, hogy mire készítették, akkor ez feltételtően szcháknak készült a sátor tetejére. Miről szól a vita? A vita, aki pligibek tána, a Tanakáma és a Rabbi Lezer közötti vita, az a kisméretű gyékényről szól. Tanakáma sztám ktána leshiba. Tanakáma az a vélemény, hogy egy kis gyékény, az abból indulunk ki, hogy fekvő alkalmatosságnak készül, és ezért nem jó szcháknak. Tehát a kommentár nélküli kisgyékény az fekvő alkalmatosság. Rabbi Lezer amár stámktána námi leszikuch. És Rabbi Lezer, ez szerint az értelmezés szerint, ő megengedőbb, és ő azt mondja, hogy nem. Egy kisgyékény is, ha nem tudjuk, mire készült, akkor inkább szcháknak készült, mint fekvő alkalmatosságnak. Hogy kell érteni akkor a Misnát? Akkor még egyszer. Ezek szerint, ha nagy szchákról van szó, az csak akkor nem jó. Ha konkrétan tudom, hogy fekvésre készítették. Ha kis szchákról, nem szchákról, bocsánat, gyékényről. Ha nagy gyékényről van szó, akkor csak akkor nem jó, ha konkrétan tudom, hogy fekvő alkalmatosságnak készítették. Ha kis gyékényről van szó, akkor Tanakáma szerint az alapból nem jó, mert az biztos, ha csak nem másképp tudom, akkor az biztos, fekvő alkalmatosságnak készítették, de mi Lezer szerint pedig jó, csak akkor nem jó, ha konkrétan tudom, hogy fekvő alkalmatosságnak készült.
Hogy kell értelmezni a misna szövegét? Achika már a következő képpen. Már celesz ktonim dojlászol és hiva mekebelesz tuma vémi szákhimba. Egy nagy gyékény, amit ha fekvő alkalmatosságnak készítettek, akkor az nem jó. Nem lehet szákra használni. Tájma dászol és hiva. De miért nem jó? Mert konkrétan tudom, hogy fekvő alkalmatosságnak készítették. Ha aztáma, ha nem tudom, hogy mire készítették, nászak mi is a szaleszik, akkor szákrimba, akkor úgy tekintem, mintha biztosan tudnám, hogy szkáknak készítették, és lehet használni. Ez a nagy szkák. Tehát a nagy szkákról azt mondjuk, hogy ez csak akkor nem jó, ha konkrétan tudom, hogy fekvő alkalmatosságnak készül. Hogy? Bocsánat, a nagy gyékény, köszönöm. A nagy gyékény. A nagy gyékény csak akkor nem jó, ha konkrétan tudom, hogy fekvő alkalmatosságnak készül. Azt mondta Rabbi Lezer, és erre jött Rabbi Lezer, és azt mondta, Áhászk tána, váhászk dajla, sztámak, sére leszikuk. Szerintem mindegy, hogy kicsi vagy nagy, ha nem tudom, hogy mire készült, akkor azt mondom, hogy a szkáknak készült. És csak akkor mondom, hogy nem jó, ha konkrétan tudom, hogy fekvő alkalmatosságnak készült, még egy kicsinél is. Tehát ebben az értelmezésben, amikor Rabbi Lezer azt mondja, úgy mondja, Rabbi Lezer, mert áhasztán, áhasz dojla, mind a kicsi, mind a nagy, ha fekvő alkalmatosságnak készült, akkor nem jó. Ez mit jelent? Hogy ha nem tudom, hogy mire készült, akkor nem csak a nagy, hanem a kicsi is úgy tekintendő, mint ha szkáknak készült volna. Mi ezzel a gond? Az a gond, hogy hogyan fogalmaz Rabbi Lezer? Mind a kicsi, mind a nagy, ha fekvő alkalmatosságnak készült, az nem jó. Most, hogyha igaz lenne az, ahogy Rava mondja, akkor ebből ezzel, hogy úgy kell ezt érteni, hogy mind a kicsi, mind a nagy, ha fekvő alkalmatosságnak készült, nem jó, de ha nem tudom, hogy mire készült, akkor jó. Akkor nem úgy kellett volna mondani, hogy mind a kicsi, mind a nagy, hanem úgy kellett volna mondani, nem csak a nagy, hanem a kicsi is. Ugye, mert az a nagyobb hídus, az a nagyobb újítás. Amelé a bájé, ha lezer, mert áhasztán, áhasztán, dojle, áhasztán, dojle, áhasztán, ami bajle. Jaj, ki pligig, meg dajla, hú de pligi. A másik pedig, van egy, ez szerint az értelmezés szerint a nagy gyékény kapcsán nincs vita, és mindenki egyetért abban, hogyha az csak úgy kommentár nélkül készül, akkor a szkáknak használható. A probléma az, hogy van egy brájta, amelyik ezzel ellentétes információt tartalmaz. Azt tartalmazza, hogy a vita az a nagy gyékényről is szól, nem csak a kicsiről. Ki prigi bek tajló, de prigi de tányi rabbi lezer le humra, de tányi mach celesz akanim dajlo be szákhimba. Ahogy tanultuk egy brájtában, hogyha van egy nagy gyékény, azt lehet használni szkáknak. Rabbi lezer pedig azt mondja, hogy nem lehet használni szkáknak. Ugye? Az előbb azt mondtuk, hogy rabbi lezer ő a megengedő, és a vita nem is a nagy gyékényről, hanem a kis gyékényről szól. Ebből a brájtából egyáltalán látjuk, hogy a vita az a nagy gyékényről is szól, és Rabbi Lezer a szigorú és nem a megengedőbb. El amara papa, bektána kulámilai pligidesztámuleskéva, ezzel a papa végül is a következőt mondja, ha kis gyékényről van szó, az mindenki, pont fordítva, mint ahogy eddig mondtuk, ha kis gyékényről van szó, akkor mindenki egyetért, hogyha nem tudom, hogy mire készült, akkor abból indul ki, hogy fekvő alkalmatosságnak készült, és nem lehet használni. Ha nagy gyékényről van szó, ki pligibek dajla, akkor tána káme szavák dajla sztám leszikuk, akkor azt mondjuk, hogy egy nagy gyékényről nem tudom, hogy mire készült, abból indulok ki, szóval a skívedek a már, akik a már sztámaszia, nem a skíva, áldalvind a szívok, akkor hogy értette Rabbi Lezer azt, hogy akkor nem jó, hogyha fekvő alkalmatosságnak készült? Úgy értette, hogyha nem tudom, hogy mire készült, akkor valószínűleg fekvő alkalmatosságnak készült. Oké, okay, ez a három különböző értelmezése volt a Tana Káma és Rabbi Lezer véleményének arról, hogy mi a helyzet azokkal a gyékényekkel, amiről nem tudom, hogy mire készült. És a három különböző értelmezés szerint különböző státusza van a nagy gyékény, kis gyékénynek, esitáv. Egy dologban mindenképpen egyetértünk. Ha konkrétan tudom, hogy egy gyékény
az fekvő alkalmatosságnak készült, akkor az nem jó. Ha konkrétan tudom, hogy egy gyékény szchachnak készült, akkor az jó. És itt a válasz a kérdésünkre, amit már többször vitattunk, hogy mi az oka annak, hogy lehet használni ezeket az összefűzött szchachokat, amiket ki lehet teregetni, úgy néznek ki, mint egy gyékény. Ki lehet teregetni a sátor tetejére, és manapság gyakran használják, az, hogy az a gyékény, úgymond, a szchachnak készült, nem fekvésre készült, hanem szchachnak készült. Vagy nem készült semmire, mi döntjük, hogy mire használjuk. Oké. Tanulában megyünk tovább. Még mindig a gyékényekről lesz szó, és viszont hosszan különböző, hogy erre készüljetek fel különböző gyékényekről. Ugye az a kérdés, hogy gyékényt is sokféle dologból lehet készíteni. Van olyan gyékény, ami úgy néz ki, hogy olyan finom anyagból készül, olyan, mint akár már közel, olyan, mint egy ruha. Van olyan gyékény, tehát mondjuk ilyen szalmából készül. Szóval van olyan gyékény, bármit a szchach szempontjából. Tanulában a machceleshel se sifa veshel gemi gdoila meszakhimba. Azt mondja, ha valami ilyen finom növényhéjból készült, mint a nádnak az a, ami lehántolódik róla. Hántja? Hámja? Vagy hogy mondják? Ami ilyen, tudjátok, ez a finom héja. Vagy gemi. Gemi az is valamilyen ilyen, guminak szoktam fordítani, de az is valamilyen ilyen finomabb kéreg, vagy valami ilyesmi a valamilyen növénynek. Most ezek, annak ellenére, hogy nagyon puhák és finom anyagok, gdailim a szákhimba, a nagyot azt lehet használni szkáknak, a kicsit azt nem lehet használni szkáknak, mert abból indulunk ki, hogy ez egy ilyen finom anyagból készül, hogy tényleg a kis gyékény az valószínűleg fekvő alkalmatosságnak készült. Ugye ezek a gyékények, amiket manapság is használnak a strandon, ezek is ilyen finom anyagból készülnek. Ha kicsi, akkor valószínűleg az fekvő alkalmatosságnak készül. Shel konim shel chelas, gdoila meszakhimba, aruga em meszakhimba. Hogyha ezek ilyen keményebb anyagból készültek, mint mondjuk maga a nád, vagy más ilyen keményebb növény, a nagyból nagyot lehet szchachnak használni, mert egy ilyen kemény anyagból készült, az feltétlenül nem fekvésre készítették. A ruga, viszont hogyha olyan gyékényről van szó, amit nem fűztek, vagy hogy készítik a gyékényt? Ilyen. Nem szőttek, hanem a ruga. A ruga az horgoltak. Az olyan gyékény, amit horgoltak, az egy finomabb szálakból készül, akkor megint csak émeszákhimba, azaz nem lehet száknak használni, mert az olyan finom anyagból készült, hogy abból indulunk ki, hogy az fekvő alkalmatosságként készült. Rabbi Shmuel, Rabbi Yosi, Rabbi Shmuel, Aviv, Achazu, Achazu, Meszakhimba, Rabbi Shmuel szerint az apja nevében azt mondja, mind a kettőt lehet használni szchachnak, Chénab Rabbi Yosi, melyeket van, és ugyanezt mondta Rabbi Yosi. Nán haszam, ha már gyékényekről van szó, akkor a következőt tanultuk a gyékényekről egy másik kontextusban, tisztátalanság kontextusában. Kol a chajl calasz, me tamint mei mész. Divrábi Yosi, a chami mei midrasz. Minden hajcalais, most a hajcalais, nem tudjuk még mit jelent, de később ki fog derülni, hogy ez gyékényt jelent, tehát most már le is fordítjuk. Minden gyékény tisztátalanná tud válni. Ezt mondja Rabbi Dajsza. Mit jelent az, hogy tisztátalanná tud válni? Hogy egy gyékény az egy eszköz, és mint eszköz
Egy eszköz az tisztátlanná válik, mondjuk halotti tisztátlanná valaki egy halotthoz hozzáér, ugye? Rabbi Doisza azt mondja, hogy nem. Ezt mondja Rabbi Doisza. A bölcsek azt mondják, hogy nem. Csak midrasz. Csak midrasz tisztátalanságot tud kapni. Az mit jelent, hogyha egy folyásos beteg ráül, vagy ráfekszik, akkor tisztátalan lesz. Mert ez csak egy ülő alkalmatosság, vagy fekvő alkalmatosság, de nem egy, nem egy eszköz. Értitek a különbséget? Ez olyan, mint hogy alapból mondjuk, azt mondjuk, hogy egy eszköz, egy fából készült valami, akkor eszköz, hogyha van benne egy mélyedés. Mert az eszköz meg az edény nagyjából az ugyanaz a kategória. Mondjuk egy szék, az nem egy eszköz, azon nincs ilyen mélyedés, de a szék az egy ülőalkalmatosság. Ez mint ülőalkalmatosság, a tuma, van egy olyan funkció, hogy rá lehet ülni, szóval, hogyha ráül egy folyásos beteg, akkor az ülés tisztátalanságát beszennyeződik. De ez nem azt jelenti, hogy ez egy olyan eszköz, ami egy halotti tisztátalanságot is elkap, hogyha hozzáér egy halott. Mit mondunk a gyékényről? Ez a vita. A gyékény az csak egy ülő alkalmatosság, és mint ilyen a ülés tisztátalanságát kapja el, hogyha ráül egy felsős beteg, vagy egy eszköz, és akkor nem csak ülő tisztátalanság, hanem a halotti tisztátalansággal is be tud szennyezedni. Mit mondanak a bölcsek? Hogy ülő tisztátalanság, de nem halotti. Midrasz in, tmei mészlaj, a ráülés tisztátalanságát azt el tudja kapni, azzal be tud szennyeződni, de a halotti tisztátalansággal nem. Ha, kolla, mert támet midrasz, mert támet mei mész. Hogy? Oké. Okay. Ha váltok, hogyha egy fatönkön hal meg egy ember, akkor az tisztátalan? Nem. Mert a tisztátalanság, a halotti tisztátalanság, az csak akkor fertőz, hogyha egy eszközhöz ér hozzá. Vagy egy emberhez ér hozzá. Nem, de egy folyásos beteg ül le. Itt kétféle folyásos beteg. Kétféle tisztátalanságról beszélünk itt, sokkal többféle van. De van halotti tisztátalanság, ami vagy érintéssel, vagy egy fedél alatt van, vagy ne? És van a folyásos beteg tisztátalanság, ami fekvéssel, üléssel és utána. Ha ez egy eszköz, akkor ez a halotti tisztátalanságnak is az összes kategóriáját megkapja. Ha ez csak egy ülő alkalmatosság, akkor csak a folyásos betegnek a tisztátalanságát. Tehát a kutya egy fedél alatt van, akkor a fedél az eszköz. Még egyszer? Ha egy fedél alatt van, csinálsz valami tisztátalanságot, a fedél mondjuk egy sátor. A fedélnél nem, a fedél az bármi lehet. De ha egy fedél alatt van, és nem egy fatönk van egy fedél alatt egy halottal, a fatönk nem lesz tisztátalan. Hogyha egy pohár van egy fedél alatt a halottal, egy fapohár, az tisztátalan lesz. Az mindegy, hogy mi. De az tisztátalan lesz, hogy nem? Maga a fedél tisztátalan lesz, attól függ, hogy az mi. Hogyha az egy eszköz, akkor tisztátalan lesz. A sátorlap az egy eszköze, azt nem tudom, hogy ez sátorlap az eszköze. Azt gondolom, hogy egy sátorlap, ha a sátorlap az egy vászonanyagból van, akkor az tisztát, az egy eszköz, mert az egy ruha. De hogyha ez a gyékény mondjuk a sátorlap, akkor nem. Akkor nem lesz tisztátalan, mert ez nem egy eszköz. De minden, ami alatta van, az tisztátalan lesz, mert fedélnek fedél. De mikor az előbb arról volt szó, hogy olyan puha gyékényről van szó, amelyik azért nem felel meg, mert annyira puha, hogy ez mint a ruhának a szövés. Akkor ha az már egy ruha, akkor az már egy eszköz? Vagy hát olyan jellegű anyag, mint a ruha, akkor viszont eszköznek kell, hogy minősüljön ezek szerint. Hogyha ez egy olyan puha, mint eddig még nem volt, ezt csak szóban mondtam, hogy van olyan puha, ami olyan, mint egy ruha. Eddig arról volt szó, hogy olyan puha, hogy azt gondoljuk, hogy ez fekvésre lett készítve, és nem szcháknak. Addig egyáltalán nem volt arról szó, hogy annyira puha, hogy már ez szinte egy ruhaként lehet használni. De van egy olyan gyékény, ami tulajdonképpen olyan puha, majdnem mint egy zsákruha, vagy egy vászonruha, akkor az egy ruha, akkor az egy eszköz. Oké, akkor miért a bölcsek azt mondják,
hogy ez a gyékény, ez ha ráülnek ráül egy folyásos beteg, akkor az tisztátalan lesz a ráülés tisztátalanságával, de a halotti tisztátalanságot nem kapja el. Azt mondja, tanulva, anantnán, kolam, támé, mindre, azt mondja, támé, tömé, mész. De ez hogyan lehetséges? Hát azt tanultuk egy misnában, hogy minden, ami a folyásos beteg tisztátalanságát elkapja, az a halotti tisztátalanságot is el tudja kapni. Nem úgy, ahogy én az előbb mondtam? Most melyik az igaz? Amit az előbb mondtunk, vagy ez? Azt mondja, Talmud, én ma áf midrasz. Azt mondja, Talmud, igen, igen, jogos. El tudja kapni. Mit mondanak a bölcsek? A bölcsek, amikor azt mondják, hogy ráül, az nem azt jelenti, hogy csak azt a tisztátalanságot kapja el, ami a ráülésből fakad, hanem azt is. A halotti tisztátalanságot, és azt is. Tehát szerintük ez a gyékény, ami ülő alkalmatosság, az mind eszköz, és ezért halotti tisztátalanságot is elkap, mind pedig ülő alkalmatosság, és ezért a folyásos betegnek a ráülés tisztátalanságát is elkapja. És a Talmud tisztázza, mi ez a gyékény, máj halcajsz, amarav devdim barhamduri, marz buli. Ez egy kifejezés perzsa, vagy arámi. Máj marz buli, az mit jelent? Miz buli. Sem az, hogy is már szalész, mámes, amaráv papa, mizbili. Szerinte ez a kosara a pásztoroknak. Nem gyékény, hanem a pásztorok kosara. Nem sem, mert lakisai, mert már szalész, mámes, sem az, hogy szerint pedig gyékény. Tehát akkor tisztázzuk. Mert kicsit keveredtünk. Akkor a bölcsek azt mondják ezek szerint, hogy ez a valami, ez, ami lehet vagy gyékény, vagy a pásztorok kosara, ez mind halotti tisztátlanságot kap, mind ha ráül valaki a ülőalkalmatosságként, akkor a folyásos beteg tisztátlanságát kapja. Rabbi Doisza azt mondja, hogy csak halotti tisztátlanságot kap. Okay? Mi ez a valami? Vagy egy a pásztoroknak a kosara, vagy tarisznyája inkább, vagy pedig a gyékény. Azt mondja a Talmud, beázdal és lakis lett a mély, de amúgy és lakis, és hogy miért mondta azt, és lakis, hogy ez egy gyékény, és nem a pásztoroknak a tarisznyája, de amúgy és lakis elénik a paraszab hiel banav, Sőbet Hila, Misen is Tákha Töré is Szal, Ala Ezra, ami Babel Jazda, Hazra is Tákha, Ala Ilem Jazda, Hazra is Tákha, Ala Rep Hilve Jazda, vagy Hénam Rep Hilve Van, Ala Lainek, Lakor Rep Dészre, Rep Kamgál, Mag Szajasel Usa. És a Slakis miért mondja azt, hogy ez egy gyékény? Mert ő azt mondta egyszer, és Slakis, hogy ó, drágáim, bárcsak minden fájdalmam és szenvedésem, amin keresztül megyek, az arra jó legyen, hogy megbocsájtást nyerjen, vagy segítse Rab Hiát és a fiait. Nagyon nagy dolgot tett Rab Hia. Nézzétek csak meg, hogy az első szentély idején a Tóra elfelejtődött, jött Ezra Babilóniából, és megerősítette a Tórát Izraelben. Tanuljanak és tartsák a Tórát. Megint elfelejtődött, akkor jött Hillel, és ő is megerősítette. Megint elfelejtődött, és akkor jött Hia Rabbi és a fiai, és ők megerősítették, és ezért ők hatalmas nagy érdemeik vannak, hogy minden szenvedésen megéri, hogyha ez az ő javukat szolgálja. De mit tanított Rab Hia, és mit tanított Rab Hia? Azt, hogy Rab Doisza és a bölcsek, azok nem vitatkoztak Usa városnak a gyékényeiről, se Heint Meis, abban egyetértettek, hogy azok mind eszközök és tisztátalanná válnak, mert az USA városában a gyékényeket általában fekvő alkalmatosságnak készítették, és hát Ferjese Hinta Heirész, a másik oldalon a tibériási gyékényeket általában szcháknak használták, és azért az arról se vitatkoztak, hogy az meg nem válik tisztátalanná, hanem miről vitatkoztak? A világ többi gyékényéről. Már szavár kivendeléke, de azt mondja, lájú, hogy verjen, dámjön. Egyik vélemény arra, hogy Daisa azt mondta, hogy mivel általában nem szoktak ráülni,
ezért ezek olyanok, mint a tibériás gyékények, amik szcháknak készülnek. Már szavál kivenni, mikri mi azt fel le, aki dusodamjön, más vélemény szerint pedig mivel olyanok, mint a mivel mégis előfordul, ilyen rájuk ülnek, ezért olyanok, mint az usai gyékények, amelyek ülésre készülnek. Amar már kalachelcesz, mert támint mely mész, divre rabész, a tánya, kéne rabi idaisz, hogy melyeket varav. Oké, akkor nézzük meg ezt egy kicsit jobban. Tehát azt mondtuk, hogy van egy vita valamiről, Rabbi Doisza és a bölcsek között. Rabbi Doisza azt mondja, hogy ez a valami, ez tisztátalanná válik, tehát eszköz. És a bölcsek azt mondják, hogy nem, nem válik tisztátalanná, csak valamilyen speciális tisztátalanságá, a ráülés tisztátalanságára. Mi ez a valami? Azt mondtuk, ez vagy a pásztornak a tarisznyája, vagy a gyékény. Most. Akkor ezek szerint azt mondta Rabbi Doisza, hogy a gyékény tisztátalanná válik. De hogyan lehetséges, hogy ezt mondta Rabbi Doisza? Ha tányvekén a Rabbi Doisza, én mert két varab, azt mondtuk egy másik elni, Rabbi Doisza egyetértett Rabbi Yossival, hogy lehet használni a gyékényt szcháknak. A Rabbi Doisza azt mondaná, hogy a gyékény tisztátalanná válik, tehát eszköz, akkor hogyan lehet használni szcháknak? Lőjkása ad iszlék gátfa, ad el iszlék dátfa. Azt mondják, attól függ, kétféle gyékény van. Van olyan gyékénynek a széle el van varva. Van rajta egy milyen ezt? Szegés. Az látszik, hogy az fekvő alkalmatosságnak készül. És van olyan gyékény, ilyen nincs. És erre azt mondja a Rabbi Doisza is, ezt lehet használni szcháknak, mert egyértelműen kiderül a műfajából, hogy ez nem egy ülő vagy fekvő alkalmatosság. Mészvei, hajt, szalaissel, sámvesel, gemmivesel, szákvesel, szfira, mert támet, mely mész, di Rabbi Doisza, hamim, áf, midrasz. Azt mondja a Talmud, hát hogyan lehetséges, ez akkor ebből az következne, hogy Rabbi Doisza szerint azok a gyékények, amelyeknek nincs szegélye, azok nem válnak tisztátalanná. És mégis azt tanultuk egy brájtában, hogy a holcois, nem tudjuk, hogy mit jelent, mindjárt fogunk róla beszélni, ami készül ilyen finom puha kérekből, gumiból, zsákból, hajból, ezek mind-mind Rabbi Doisza szerint eszköznek számítanak, és halotti tisztátalanságot is elkaphatják. A bölcsek azt mondják, hogy nem csak halotti tisztátalanságot, hanem a ráülés tisztátalanságát is. Most, ebből mi következik, hogy Rabbi Doisza azt mondja, hogy mégiscsak eszköz. Most, ha azt mondom, hogy ez a hölcöriz, ez nem gyékényt jelent, hanem tarisznyát, akkor oké, a tarisznya az egy dolog, a gyékény más dolog. De ha azt mondom, hogy ez gyékényt jelent, akkor Rabbi Doisza mégiscsak azt mondja, hogy a gyékény az elkapja a tisztátalanságot és az eszköz. Azt mondja, Talmud, Bisléma, se szág, se szívre házle parsza, mert návszka, se sám, se gemi, de májk hazú. És mindig lehet azt mondani, hogy az a gyékény, ami zsákból, vagy hajból készült, azt lehet függönynek használni, és ezért mondja, hogy az eszköz. De az, ami ilyen finom kérekből, vagy ilyen héjból készül, az azért arra nem használható, akkor miért lenne tisztátalan? Házulnál is zajsza. Azt mondja, de lehet használni ezt is arra, hogy egy nagy rakományt betakarjak. És akkor az ezért eszköz. A gyékeinek most látunk még egy funkciót, hogy be tud takarni valamit, és ezért eszköz. Iked ámri mi sem áll, de majd mágca is, majd mással sámos kell menni, házzal a náj zajszó, és a szákos a cvél, házzal a parszor, nem lesz. Mándal, mert ez búl, a bíslom, hogy szákos a cvél, házzal a gluklévet szani, és a sámos a gemle, majd házzal a kinti, de piri. Akkor talán a másik irányba kérdezi, veszi ezt végig, hogyha nem gyékény, hanem, vagy ugyanezt a szöveget, hogy ha ez egy tarisznyát jelent, akkor értjük, hogy miért válik tisztáltan. De miért válna tisztáltan egy gyékény, és akkor végigvesz, hogy hogyha lehetne valamire használni, akkor a végén azt mondja, hogy igen, de le lehet takarni be egy rakományt, ugyanoda kijutunk. Tányamra, ha nányok, és játélek, zöjlöm, oké.
azt mondja, Tányira, Amarabhe nánya, azt tanította Rabhe nánya, egyszer, amikor számüzetésben voltam, találkoztam egy vén emberrel, aki azt mondta nekem, hogy a szákhimbe budja, lehet gyékénnyel szákhot készíteni. És a baszértszerep Sua, Ahi, Abba, Hajdeled, Varav, és amikor eljöttem Rabbi Suához, apám testvérehez, ő egyetértett. Amarabhe Chizda, hú, de lészlék táfna, és erre azt mondta, Rabhe csak akkor igaz, ha a gyékénynek nincsen szegélye. Amarula Hani Budi Yassad, de Bnei Mechaiza Alma Kirsalem, Szákhimba Em. Azt mondta Ula, hogy ez a gyékény, amit ma Hoza városában használják, ilyen nagy gyékény, hogyha nem lenne szegélye, akkor lehetne használni. Tányan Ami Hachi, Szákhimi Budi, vagy Imélyeslem Kir, Émi Szákhimba Em. Másik ilyen is tanultuk, hogyha van egy gyékény, aminek nincs szegélye, azt lehet használni. Van egy szegélye, akkor nem lehet használni. Hádlan alak szuka, ezzel befejeztük az első fejezetét a szüke traktátusnak. Akkor összefoglalva, a gyékénnyel kapcsolatban a következő alapvetések vannak. Ha ez egy olyan gyékény, amiről tudjuk, hogy fekvő alkalmatosságnak készült, bemész a Tesco-ba és veszel egy gyékényt, biztos, hogy nem lehet szkáknak használni, hiába szalmából készült. Miért? Mert eszköznek készült. Ha egy olyan gyékényről van szó, amit tudod, hogy szcháknak készült, az biztos, hogy lehet használni. Csak összekötözték a szchák darab, az biztos, hogy lehet használni. Ha egy olyan gyékényről van szó, ami nem tudom, hogy mire készült, akkor ha nagy gyékény, akkor valószínűleg lehet használni, mert valószínűleg nem fekvő alkalmatosságnak készült. Ha kis gyékény, akkor valószínűleg nem lehet használni. És egy olyan gyékény, aminek van szegélye, azt is, az mindegy, hogy milyen nagy, biztos, hogy nem lehet használni, mert az biztos, hogy nem szcháknak készült. Oké, gyorsan még egy misnát tanulunk. A másik fejezet elején. A jöjjön táhászamita. Mi van akkor, valaki a sátorba bevitt egy ágyat, és befeküdt az ágy alá? De jöjjön, az nem teljesítette a kötelességét. Ugye a sátorba kell aludni, a szükébe kell aludni, ő nem alszik a szükében, befekszik a ágy alá. Akkor az olyan, mint egy sátor a sátorban. Amarebi udda, ne hágina inusen, és én tákaszom itt, akkor ne jelszke inni, vele nem lenne dava. Mert azt mondta, hogy várjatok. Hát nekünk az volt a szokásunk. De a sátorban az ágy alatt aludtunk. Senki nem szólt meg minket. A vének ott voltak, és nem mondták, ezt nem lehet. Amarab Simon, Májszöbe Tevi Ábda és Remegem Lél, azt mondta, Rab Simon, várjatok. Van egy történet Tevivel. Tevi híres kánaánita szolga volt, Remegem Lélnek volt a szolga, és olyan nagy tudású volt, mint egy rabbi. Nagyon nagy tudású ember volt. És vele mesélik, sajnosan társzom itt, hogy ő a sátorban, a szükében, az ágy alatt aludt. És Remegem Lél odafordult a vénekhez, és azt mondta, nézzétek csak meg, látjátok az én szolgámat, Tevit? Olyan Talmid Chacham, olyan nagy bölcs, hogy tudja, hogy a szolgák azok fel vannak mentve a szüke micvája alól. Ugye itt Kánán itt a szolgára van szó, akire csak a tiltó parancsolatok és a nem időhöz kötött felszólító parancsolatok vonatkoznak. És látjátok, hogy ő tudja ezt, és ezért tudja, hogy a szüke nem vonatkozik rá, nem kötelező rá, és ezért engedte meg magának, hogy az ágy alatt aludjon. Fidar kéne jön márnú, és a Jossan Tachszom itt akkor ebből látjuk, hogy ezek szerint, ha valakire kötelező a szüke micvája, annak nem szabad az ágy alatt aludni. Tehát akkor három vélemény van a misnában, vagy két vélemény van a misnában, de három személytől. Tán a Kama és Simon azt mondja, hogy az ágy alatt alszik valaki a szükében, akkor nem teljesítettem. Az ágy elválasztja a szchachtól, ugye? Ugyan, hogyha valaki beül egy sátorba egy esernyővel, akkor az nem számít, mert az esernyő elválasztja a szcháktól. Rabbi Huda azt mondja, hogy de, lehet, de mi is aludtunk a szükében, mondja Rabbi Huda. Az ágy alatt, és senki nem szólt nekünk, hogy ez nem stimmel. Eddig tartott a misna. Most a Talmud. De ha léka szara, azt mondja, Talmud, várjunk csak. Itt egy ágy alatt vagy. Mi a gond? Ha ez az ágy, nincs 10 tefach magas, akkor az nem egy önálló sátor vagy valami. Ahogy beszéltük korábban, ugye, az olyan, mint egy hálózsák.
A ruhában, ugyanúgy a ruhád nem választ el, vagy a kalapod nem választ el a szkáhtól. Ez egy nagy kalap, ami az ágy fölötted van. Akkor miért ne lehetne aludni? Tágem is múlva, mit a szarra? Azt jelenti, hogy igen. Ez az egész misna, ez csak olyan ágyról beszél, ami 10 tefachnál magasabb. Ez jelenti, hogy a 10 tefachnál alacsonyabb ágy alatt biztos, hogy lehet aludni a szükében. Nán haszam. Oké. Kérdés a következő. Rabbi Huda ugye itt külön véleményen volt. Úgy tűnt, hogy Rabbi Huda azt mondja, hogy lehet aludni a 10 tefach magas ágy alatt is, hiszen ők aludtak, és nem szóltak a bölcsek semmit. Most akkor azt jelenti, hogy valamilyen külön véleménye van a sátrak magassága, mérete, és így tovább kapcsán. És ennek kapcsán fogjuk most egy kicsit felidézni a tisztaság, tisztátalanság sátrait. Ugye a sátra tisztátalanságnál ott aktuális, hogyha egy halottal egy fedél alatt vagyok, akkor ami a fedél alatt van, az tisztátalanná válik. Ugye a halotti tisztátalanságtól. Mi számít sátornak a halotti tisztátalanság szempontjából? Nán haszom, echot choy shecharruhu máim, oly srocim, oly shachaltu mi lachas, vechém midbacha vonim, Chén szvar sel kajrösz, máj hilalatuma. Szóval mindenféle olyan fedél, ami ilyen a természetben alakult ki. Mondjuk egy gödör, egy ilyen, nem is gödör, egy ilyen kis, hogy mondják egy ilyen gödört? Mint egy árok, köszönöm, egy olyan árok, ami így bemegy a föld alá, ha ott van egy halott, és van valami más, akkor van fölött egy fedél. Mindegy, hogy ezt az árkot, azt a víz mosta ki, vagy a patkányok ásták ki, az egy fedél. Ilyen barlangszerű, igen. Hely mit baka van itt? Ugyanígy egy kőrakás, amiben kialakult egy ilyen kis bemenet. Olyan, mint egy sátor. Az is sátor. Ugyanígy, hogyha farakás, egymásra vannak faágak, vagy fa tönkök, és alatta van egy ilyen kis bemenet, és ott van egy halott. Az ugyanúgy. Máilál a tuma, akkor az egy sátornak számít, ami fedélként szolgál a halott fölött. De Buda, ami ekkora éhes, én azt mondom, hogy adom én olyan, de Buda pedig azt mondja, nem. Csak az számít sátornak, ami mesterségesen lett kialakítva. Ami természetben lett kialakítva, az nem. Ezek nem számítanak sátornak. My time, de Rabbi Huda. Honnan vette ezt Rabbi Huda? Jálif ajjel, ajjel mi miska. Mert ő a sátrat, amit kifejezésként használ a Tóra a halotti tisztátalanok kapcsán, a halotti tisztátalanság kapcsán, ezt összeveti azon a sátor kifejezéssel, amit a miskánnál, a szentély sátornál olvasunk. A szentély sátort is sátornak nevezi, és a halotti tisztátalanság fedelét is sátornak nevezi. Szívha haza is szatai, de Adam kiamusz be a jel, a halotti tisztátalanság kapcsán Mózes negyedik könyvében azt mondja, ez a törvénye annak az embernek, aki meghal egy sátorban. Ők szív haszam, ifrösszesz a jel, a miska. És ugyanez a kifejezés szerepel ott, amikor azt mondja Mózes második könyvében, hogy és kifeszítette a sátrat a miskán fölé. Mála halam bide adam, áfkám bide adam. És ezért azt mondja, hogy ugyanúgy, ahogy a miskán az egy emberi kéz által készült mesterséges sátor, ugyanígy a halotti tisztátalanságnak a sátra is csak egy mesterséges sátor lehet. De rabonon, a bölcsek viszont ezzel nem értenek egyet, mert azt mondják, ojjel, ojjel riba, mivel a halotti tisztátalanság kapcsán többször is szerepel a sátor szó,
sokszor szerepel, és sokszor úgy szerepel, hogy valójában fölöslegesen, mert a kontextusból érthető lenne, hogy miről van szó. Ez azért szerepel, mégis sokszor, mert azt akarja nekünk tanítani, hogy nem csak a mesterséges sátor, hanem a természetben kialakult sátor is tisztátalanná tesz. Drága barátaim, idáig tartott a mai tanulás. Gyékenyekből szerintem halál profik lettünk. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Holnap reggel ugyanígy, ugyanitt, ugyanekkor folytatás következik.